megérkezett Kolozsvára az első lengyel gyártású villamos. Most tetszik hátunk mögött le a sínekre. Évvégéig valószínű, hogy lesz belőle legalább 4, ha nem 6. És néhány napon belül pedig beindul a próbajárat az állomás és a Honostor között, illetve nem sokára elkezdődnek a munkálatok az állomás és a munkasugárok útja irányába a pályafelújítási munkát. Addig ezen a szakaszon már, mint vasútállomás és gyárnegyed, a régi rendszerben közlekednek a villamosok. Hát a régi rendszerben, illetve az újak is csatasorban lesznek állítva. Néhány módosítás kellett eszközölni a régi villamosokon, ugyanis a megálló helyek magassága az változott, és azt szeretnénk, hogy tehát úgy lesznek kialakítva, hogy ugyanazon a szinten történjék a le- és beszállás, mint a megálló szint, mint a pad. Milyen anyagi erőfeszítéssel járt ez a helyi önkormányzat részéről? Elég nagy erőfeszítéssel járt, de azt hiszem, hogy az idő majd bebizonyítja, hogy megérte. Tehát ezt hitelből finanszíroztuk, a járművásárlást, ez a helyi költségvetés terheli, de azt hiszem, hogy akkor, amikor egy ekkora áldozatot hozunk és ilyen minőségben újítjuk fel a pályát, akkor eljött már az ideje, hogy a megfelelő minőségű és méretű, és ezt szeretnénk kihangsúlyozni, megfelelő méretű járműveink legyenek ezeken a villamosban. Milyen előnyökkel jár az új villamos sín hálózat felújítása és az új villamosok bevezetése? Kezdeném azzal, hogy alkabb lesz, viszont ami a legfontosabb, hogy így szinte felére csökken a Honostor vége és a vasútállomás közötti utazási idő, ami eddig a majdnem 50 percet tartott, ez követően kevesebb, mint fél órát fog tartani, illetve az egyik leghatékonyabb tömegközlekedési eszköz, figyelembe véve az utasforgalommal is, tehát Kolozsváron, a Honostoron reggelente meg csúcsidőben olyan forgalmi értékeket mértünk, amit gyakorlatilag más járművel nem igazán tudnánk kiszolgálni, illetve azok az erőfeszítések, amiket megtettünk, és itt gondolok a csuklós buszok és a csuklós trollibuszok vásárlása, nem vezetett olyan hatékony eredményre, mert azzal, hogy bedugul a forgalom csúcsidőben, ugyanúgy a tömegközlekedési eszközök is állnak a dugóba, és ezzel nem oldottuk meg. Viszont ezzel a felújítási munkálattal egy külön sávon közlekedik, nem akadályozza a gépjármű forgalom, és nagy valószínűséggel, hogy sokkal hatékonyabb és sokkal gyorsabb eszköz áll majd a kolozsváriakon. Mikor érkezik a következő villamos? Havonta egy fog érkezni, tehát ennyit vállaltak be a gyártók, és ez most az első, júliusban érkezik a következő, és folyamatosan érkeznek. Összesen 9-re írtuk alá a szerződést, és ez a szerződés ez tovább bővíthető, amennyiben az a helyi költséget és erre lehetőséget és keretet biztos. Ez azt jelenti, hogy párhuzamosan közlekednek majd az új és a régi villamosok egy ideig? Egy ideig párhuzamosan közlekednek, viszont az a szándékunk, hogy 6 ilyen jármű ki tudja szolgálni a vasútállomás és Honostor közötti szakaszt. Ez növelhető akár 9-re is, akkor, amikor a teljes szerződésben megszabott mennyiség itt lesz, és az igények függvényében sűrűsíthetőek a járatok. Számos olyan dologgal rendelkezik ez a jármű, és majd a megállók is, ami tulajdonképpen az utazó közönség érdekeit szolgálja.